A járványhelyzet ellenére kiválóan teljesített a magyar gazdaság, a növekedés az 5,5%-ot biztosan meghaladja idén, de akár a 7,5%-ot is elérheti. Ez a fedezete annak, hogy jövőre a gyermeket nevelők visszakapják idén befizetett személyi jövedelemadójukat, mondta híradónknak Simon Robert Balázs. Mindennek az alapja a gazdasági növekedés, és az most már látható, hogy 5,5% fölött lesz, akár a 7,5%-ot is elérheti ebben az esztendőben a gazdasági növekedés. Ennek következménye az lesz, hogy olyan intézkedések történnek, amik a családokat segítik, hiszen a Fidesz kormány a családokat segítette eddig is és a jövőben is. Az egyik legfontosabb intézkedés, ami közel 2 millió embert érinthet, 2 millió szülőt, az a személyi jövedelemadó átlag jövedelem szintjéig történő visszafizetése. Ez több 100 000 forintot jelent szülőnként, és erre 2022. február 15-ig sor kerül. Egy másik fontos intézkedés a 80 000 forintos nyugdíjprémium, erre már ebben az esztendőben, november hó folyamán sor kerül, úgyhogy nem csak a fiatalokat, a családokat, azokat, amelyek gyermekeket nevelnek, hanem az időseket is támogatja a kormány. Győr másik országgyűlési képviselője is azt emelte ki, hogy a Covid-válság ellenére jól teljesített a gazdaság, ebből van meg a fedezete az adó visszatérítésnek. Az a kormányzati szándék, az a döntés, hogy mind a fiatalok, mind az idősebbek esetében, mind a munkavállalók, mind pedig a nyugdíjasok esetében is próbáljunk meg a most kirobbanó növekedést mutató, nyújtó gazdaság többletbevételéből plusz forrást adni az ő számukra, hiszen valahogy fel kell tölteni, pótolni kell azokat a családi háztartási forrásokat, amelyek kifogytak érthető módon az elmúlt nagyon nehéz másfél évben. És így születtek meg bizonyos kormányzati intézkedések, és én biztos vagyok benne, hogy a következő hónapokban még lesznek majd még konkretizálódó és realizálódó kormányzati intézkedések, amelyek mind azt segítik, hogy az idősebbek és a fiatalabbak is részesüljenek a mostani jelentős gazdasági növekedésnek a állami bevételeiből. Simon Robert Balázs még egy fontos lépést emelt ki a következő időszak intézkedései közül. Január 1-től ugyanis 200 000 forintra nő a minimálbér, ami ugyancsak nagy segítség a foglalkoztatottaknak. Egy fontos döntés született arról is, hogy 2022. január 1-től a minimálbér 200 000 forintra emelkedik. Ez egy olyan mértékű emelés, hiszen hogyha visszagondolunk a szocialista kormányok idejében, alig történt 23 000 forintos emelés történt 4 év alatt. Itt viszont most már ez a sokadik lehetőség, és ezt is a gazdasági növekedés biztosítja, hogy 2022. január 1-től a minimálbér összege 200 000 forintra fog emelkedni. Az idősek is jól járnak, hiszen novemberben 80 000 forintos nyugdíjkorrekciót kapnak, és a 13. havi nyugdíj visszaépítése is folyamatos. Abban elszántak vagyunk, hogy a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat visszaadjuk. Ezt láthatják, hiszen az elmúlt esztendő bizonyította, hogy megkezdtük a 13. havi nyugdíj visszaépítését, és az eredeti menetrend szerint mi ezt úgy gondoltuk, hogy évről évre egy-egy heti plusz nyugdíjjal egészül ki, és így építjük vissza a 13. havi nyugdíjat. Most mindannyian kormánypárti politikusok és a kormány arra keressük a megoldást, hogy hogyan tudnánk azt megtalálni, hogy tudnánk megtalálni annak a fedezetét, hogy a következő esztendőben az első, illetve a második hét visszaépülése mellett még mit tudnánk pluszban adni, hogy mielőbb visszaépülhessen a 13. havi nyugdíj. Az SZIA visszatérítésről már kormánydöntés is született, míg a 13. havi nyugdíj kifizetéséről a miniszterelnök beszélt. Orbán Viktor azt mondta, ha a gazdaság helyzete lehetővé teszi, 2022 elején minden nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő állampolgár megkapja a 13. havi ellátást.